Az első úgymond rendezésem, az egyik egy születésnapot találtam ki az egyik barátunknál, ahol a többieket meggyőztem arról, hogy csináljunk ebből egy eseményt, és ilyesmi volt az első. Tehát vágy volt bennem arra, hogy egy adott pillanatot ünnepélyessé tegyek. És igazából a színház is erről szól. Csak ott adott egy szöveg, meg adott egy tér, közönség, de igazából ugyanarról van szó, tehát hogy lehet egy estét ünneppé változtatni. Nem lehet rendezővé tenni valakit. Az vagy az, vagy nem az. Ha az, akkor a főiskolán tágul és gazdagabbá válik, de ha nem az, nem lesz belőle az. Erre is, mint minden szakmára születni kell szerintem. Palántákról van szó, akiket öntözni kell, és aztán azok vagy kinőnek és kivirágoznak, vagy sem. Ez a kulcsa ennek az oktatásnak, tehát ami azt jelenti, hogy találkozások, ahol a diák megtud dolgokat arról, hogyan a mestere gondolkodik a világról. Amikor lehúznak egy előadást, akkor azt szoktam kérdezni, hogy jó, rendben van, de vajon kár volt megcsinálják ezt az előadást, vagy nem volt kár? Ha nem fölöslegesen csinálták meg, de nem igazán tetszik, akkor azt jelenti, hogy az egy fontos esemény volt. Egy jó előadás megosztja a közönséget. Azt hiszem Simon Weil mond egy ilyet, hogy az igazi istenhit az, amikor akkor is hiszel Istenben, hogyha tudod, hogy nincs. Gyakorlatilag ezek ilyen paradoxonok, de az igazság benne van. Tehát én akkor is hiszek a színházban, hogyha azt látom, hogy hosszú távon veszélyben van a kultúra. Köszönöm.